Új képzésekkel bővíti oktatási kínálatát a MÜTF oktatási központ. Amint az újdonságot beharangozó sajtótájékoztatón elhangzott, az Udvarhelyi Felsőoktatási Intézmény egy 5 éve kidolgozott, a humántőke fejlesztésére fókuszáló stratégia mentén állítja össze a képzési kínálatát. Ez a bizonyos stratégia 3 fontos tényezőt vesz figyelembe, egyrészt a régió gazdaságfejlesztési stratégiáit, a helyi gazdaság a vállalkozók által megfogalmazott munkaerőigényt, illetve a helyi adottságokat, amelyekre építeni lehet egy képzés elindítása esetén. A MÜTF oktatási központ már egy több éve összeállított humántőkefejlesztési koncepció mentén indítja a képzéseit. Ez a koncepció alapoz a régió fejlesztési stratégiáira, alapoz a helyi humántőke igényre, és most éreztük, hogy eljött az a pillanat, amikor fel vagyunk mi is készülve erre, hogy elindítsunk egy új képzést. Az új képzés bevezetése tehát szinte magától értetődő volt, hiszen a 2009-ben kidolgozott stratégia valamennyi pontja alátámasztotta a könnyűipari mérnökképzés elindítását, hangzott el a sajtóértekezleten, ahol a hírt elsőként az értekezlethez videokonferencián csatlakozó dr. Patkó István professzor, a kihelyezett tagozatot indító Óbudai Egyetem dékánja jelentette be. A könnyűipari mérnökképzés textil és nyomdaipari szakirányjal zajlik majd, utóbbi egyedülállónak számít hazánkban. Amúgy a képzés kidolgozása már 2013-ban elkezdődött az Óbudai Egyetemen a MÜTF oktatási központ, valamint a helyi textilgyárak és nyomdák szakembereivel közösen. A koncepció, a humántőkefejlesztési koncepció, amit összeállítottunk, abban is az állt, hogy a kitörési pontjai Székelyföldnek, ha ipari területet nézzük, akkor a könnyipar ezek közt van mindenképp. Ugyanakkor a helyi könnyipari vállalatok, textilvállalatok, illetve nyomdák is jelezték irányukba, hogy szükségük volna ilyen szaktudású emberekre. Így az igény és az elmélet, a mindennapi gyakorlat, a munkaerőpiaci gyakorlat és a stratégiai elmélet szerencsésen találkozott, tehát ugyanaz fogalmazta meg a helyi munkaerőpiac is, amit mi az elméletbe összeállítottunk a stratégiák mentén, hogy erre a mérnök, könnyipari mérnök képzésre szükség van. Az újdonság mellett további szakok is várják a jelentkezőket, kereskedelem marketing szakon nappali és levelező tagozat is indul, előbbi 20, utóbbi 30 helyjel. A Budapesti Gazdasági Főiskola koordinálásával zajló képzésre a turizmus vendéglátás szakiránt érdeklődőket is várják 30 levelezői helyre. A Pannon Egyetem által indított gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szak sem marad ki a kínálatból, ide 40 diákot várnak, könnyűipari mérnök képzésre összesen 50 hely van. A Magyar Oktatási Államtitkárság ígéretet tett az oktatás támogatására, azonban az államilag finanszírozott helyek pontos számát csak júniusban fogják leközölni. A képzések elindítása a Nemzeti Kiválóság Program támogatásával történik.